kipróbáltam még a városban való biciklizést, épp ezért kikértem Szabi tanácsait a tegnapi nap folyamán, hogy mielőtt elindulnék, mi a legfontosabb, amit tudjak. Az egyetlen egy, és a legfontosabb, hogy ne gondoljuk túl. Meg is jöttünk. Túl az első utamon. De hát most volt segítségem Szabi, aki elmondta, hogy már jöjjek, de mit csináljak, hogyha teljesen kezdőként elindulok a városban? Először is érdemes feltérképezni a kerékpározható útvonalakat. Ebben egyébként én is próbálok segíteni. Instagramon hoztam létre egy oldalt, ott vagyunk már címmel, itt a név is erre utal, hogy egyébként gyorsan ott lehet lenni bárhol. Itt elsősorban rögzített útvonalakat teszek fel, amin megjelölöm azt is, hogy mekkora ez a távolság kilométerben és időtartamban, valamint képeket rakok a térképek mellé, hogy lehessen látni, hogy egyébként milyen az az útvonal. Színek arra utalnak, hogy a zölddel jelölöm azokat az utakat, ahol forgalomtól elzárt kerékpáros infrastruktúra van. Itt ez részben teljesen kerékpárút vagy gyalogkerékpárutat jelöl. A sárgával azokat a kiemelt útvonalakat jelölöm, ahol egyébként van autóforgalom, de relatíve kicsi kerékpár sáv lehet rajta, vagy kerékpáros piktogram. A pirossal meg többnyire az, ami hát adott esetben fontos útvonal, viszont nem feltétlenül szeparálta az infrastruktúra, és kezdőknek lehet, hogy az ott egy kicsit macerásabb és veszélyesebb. A városi bringázást nagyon sokan még valami sportnak gondolják, tehát hogy úgy külön kell felöltözni. Nem, tehát hogy a leghétköznapi ruhában is lehet menni, és ehhez kapcsolódik egy másik tévhit, ez a távolság meg az idő kérdése. A városban a legtöbb távot egyébként tényleg ezzel ott a 15-20-25 perc alatt bőven meg lehet tenni, laza tempóban, tehát ez nem az eszeveszett tekerés, amikor nem is annyira izzad le az ember. Aki közlekedik, az jó, ha tisztában van a kressz ismerettel. Szerintem ez egy közös nyelv az utakon, amit mindenki jó, hogyha megért, és közösen beszélünk, úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy lapozgassa azt a kresszkönyvet. Érdemes mindig fejben ott lenni a szituációkban, és egyrészt nem kell félni az autóstól, jó tudni azt, hogy nekem mikor van elsőbségem. Ez nem azt jelenti, hogy én mindig, minden áron kikövetelem azt. Erre azt szoktam mondani, hogy tudjam azt, hogy nekem van elsőbségem, de a kezemet mindig a féken tartom, abban az esetben, hogyha azt látom, hogy a másik fél nem lesz kooperatív. De itt a kooperáción nagy hangsúly van. Tehát próbáljuk meg felvenni a szemkontaktust, átlátni a szituációkat. Én ezt tudom javasolni, legyünk határozottak. És akkor egyébként nagyon sok konfliktus már előre el lehet kerülni. És a rutin, tehát hogy minél egyszer el kell kezdeni, aztán pedig gurulni kell, és utána már megszereti az ember, ahogy mi is megszerettük. Érdemes tényleg azt figyelme menni, hogy olyan útvonalakon kezdeni, gyakorolni, még akkor is, hogyha ez egy kicsit kerülő, ahol alapvetően kisebb a konfliktus forrás, nagyon nagy igény van egyébként valamilyen plusz információra, és ezt az űrt kell valahogy kitölteni, és hát remélem, hogy minél több emberhez eljutnak ezek az információk. Igen, egyre többen szeretnének biciklizni, csak egy kis bátorságot, meg egy kis lökést kell nekik adni. Persze nem szó szerint. Király! Yeah!